Maga a két opera is ellentétbe áll egymással, mert hiszen az egyik egy valóságos történelmi esemény dolgoz föl, a másik pedig hát a mitológiába utal egy nagyon-nagyon fontos kérdést, illetőleg hát többet is. A Friedensteinet nyugodtan lehet Antikriegsopernek nevezni, és az is valójában, de hát mégiscsak a nagy kérdés itt úgy vetődik föl, és azt hiszem, hogy Strauss zenéjéből is ez teljesen nyilvánvaló, hogy akkor most az emberiség normális állapota a háború-e, avagy a béke? Ezt a kérdést nagyon sokan föltették már, és hát ez körülbelül olyan, mint az Istennel való kapcsolat, tehát hogy mindenki döntse el magában, hogy miben hisz, mit tart az optimális vagy az egyedül lehetséges állapotnak. Én a magam részéről a békére szavaznék, és ezt soha nem is rejtettem véka alá, de vannak, akik azt mondják, hogy az emberiséget igenis a háborúzás viszi előre. Na most ez is egy megfontolandó szempont természetesen, de ha arra gondolok, amit Albert Einsteinnek tulajdonítanak, ő nem tudja, hogy a harmadik világháborút mivel fogják megvívni, de hogy a negyediket botokkal, az biztos. És a béke ideája dominál az operában. Azt lehet mondani, hogy végül is az az egyharmad fölébe kerekedik a kétharmadnak. De azt is lehet mondani, hogy talán nem ebből a konfrontációból, hanem valamiféle Deus Ex Machina folytán a semmiből teremtődik meg a béke, és amikor aztán parancsnok és a Holsteiner együtt kérdezi, hogy tulajdonképpen miért harcoltunk mi ennyi évig, mi célból, mi értelme volt annak a sok leöldösött embernek, szétvert várnak, szülőföldjükről előtt üldözött népeknek, és a válasz tulajdonképpen maga a béke. Tehát végső soron úgy, ahogy a többi operáiban is Strauss hát egyrészt valahol úgy, ahogy a régi mesterek a freskókon egy kicsit önmagát is megjeleníti, de tulajdonképpen a saját állásfoglalását is belekódolja a műveibe. Tehát teszem azt a Capriccióban, hogy ott mégiscsak a zenére szavaz, a grófnő annak ellenére, hogy soha nem mondja ki, de a zenében benne van, a Daphné-ban benne van az, hogy tulajdonképpen igenis a földi szerelem is érhet annyit, mint az égi, és ugyanígy itt is benne van az, hogy a béke talán egy gyümölcsözőbb állapot, a látszólagos stagnálás ellenére, mint a háború.
illeti, hát ő ugye őrlődik megint csak két érzés között, amely megint csak szembe áll egymással, méghozzá 180 fokban, tehát hogy valódi szerelmet érez Apolló iránt, mint ahogy Apolló iránta igen, és Laikiposz csak a barátjának tekintie, vagy éppen fordítva. És az opera első felében természetesen Apolló a nyerő, és Laikiposz odáig megy a kétségbeesésébe, hogy szép törje fuvoláját, és női ruhába öltözik, hogy legalább Daphné közelébe legyen a Dionüzos ünnepen. Aztán, amikor Apolló lenyilazza Laikipposzt, akkor hirtelen minden megfordul. Daphné rájön, hogy Laikiposz volt az igazi társa, és Apolló is sohasem lehet. Na most ilyen ellentétpároktól hemzseg az opera, éppen azért hiszem szilárdan, hogy ez a szöveg nem teljesen lehet a szövegkönyvet egyébként jegyző József Gregor munkája, hanem mint ahogy ezt Mendemondákból lehet tudni, de talán még dokumentumokkal is meg lehetne erősíteni. Stefan Zweig a háttérből beledolgozhatott ebbe a két szövegkönyvbe, hiszen ekkor már tiltó listán volt ugyan, de pontosan tudjuk azt, hogy Strauss szeretett volna még együtt dolgozni Stefan Zweiggel. A szövegkönyvek súlya tulajdonképpen az a faktor, amelynek mentén az ember él a gyanúperrel, hogy igenis ezek részben még Stefan Zweig munkái.